Paintballoztak a győri Audeltó kézisei. A lányok délelőtt nem a magvasi sportcsarnokban, hanem az Aranyparton találkoztak, majd a Püspökerdő mélyén a Rioter Paintball Club, amely Konkol Csaba jóvoltából kipróbálhatták a vér nélküli háborút. Délelőtt 8:30-kor gyülekeztek a lányok az Aranyparton, majd autóba szálltak és némi kocsikázás után megérkeztek a Rioter Paintball Club kiépített pályájához a Püspökerdőbe. Az ötlet gazdája, hogy edzés helyett paintballozzon a csapat, ha hiszik, hanem a vezetőedző, aki már tavaly is tervbe vette a csapatépítő foglalkozást. Már tavaly is majdnem eljutottunk, akkor az időjárás keresztül húzta a számításainkat, úgyhogy most idén sikerült összeraknunk ezt a programot, úgyhogy remélem, hogy sikerülni fog. A lányok megkapták a terepmintás ruhákat, a szükséges felszereléseket, majd egy rövid tájékoztatót a balesetek elkerülése érdekében. Nem rambó az erdőben, jó? Tehát nem így fogjuk, hanem mindig szorosan magunk felé, lefelé tartva. Nincs az estőn, nincs a kibiztosítón az ujjunk. Majd Konkoly mester két részre osztotta a brigádot. Csináljuk egy olyan csapatot, hogy a Görbe, Szimi, Misi, Szegedi Orsi, Orbis, Katrin, Pásztor Betti, Zsolti, Palkó Fruzs és a Szimó. Ők azok, akik a vezetőedzőt is levadászhatták. Egy próbasorozat már a pályán. Tűz! Majd indulhatott a háború. 5 kört játszott egymás ellen a két csapat, Görbit szerint az ő brigádja, Konkoly szerint pedig természetesen az ő alakulata nyerte a csapatépítőt, de igazából szerintünk döntetlen lett. A zöldfehérek paintball foglalkozásával szerdai Eto TV című magazin műsorunkban bővebben is foglalkozunk.